Néhány nappal ezelőtt majdnem agyonvertek vascsővel egy házas párt Miskolcon a Bodótetőn, illetve Jukós úthoz közel a Szarkahegy utcában egy idős hölgyet raboltak ki. Fel kell tennünk a kérdés, hogy valóban meg kellett szavazni Miskolcon a közbiztonsági beszámolót, de fogalmazhatnék úgy is, hogy jó reggelt képviselőtársak, sajnos szembe jött a miskolci valóság az elmúlt napokban. Emlékezhetünk rá, hogy alig egy hónappal ezelőtt Miskolc városa elfogadta a város közbiztonsági beszámolóját. A fideszes képviselők és a balliberális városvezetés képviselői benne a Jobbikkal közösen szavazták meg. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom mondott nemet erre a előterjesztésre. Az előterjesztés vitájában is hangsúlyoztam, de azt gondolom, hogy nem kell elfogadnunk ezt az előterjesztést, és ezzel egy erős üzenetet tudnánk küldeni Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, amely arról szól, hogy tulajdonképpen miskolci képviselők azt látják, hogy Miskolcon baj van a közbiztonsággal. Azonban azáltal, hogy elfogadták, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen pecsétet nyomtak a pintéri rendre. Az is gyakorlatilag jól látható, hogy nem két elszigetelt esetről beszélünk tulajdonképpen. A közbiztonsági beszámolóban ugye szerepelt, hogy közel négyszeresére nőtt a gyermekkorú bűnelkövetések száma Miskolcon. Növeltük az iskolarendőröknek a létszámát, iskolaőröknek a létszámát, illetve a rendészeti beszámolóból az is kiderült, hogy vannak olyan buszjáratok Miskolcon, amelyeken a leírás szerint szükséges az egyenruhás jelenlét. Erre mondtam azt, hogy ilyen feltételek mellett bizony nem beszélhetünk Miskolcon közbiztonságról. És egyre inkább azt látom, hogy Miskolcon mind a Fidesz, mind pedig a balliberális városvezetés feladta a közbiztonságért folytatott küzdelmet. Ők nagyjából egyformát vallanak ebben a kérdésben, és a miskolciak innentől kezdve a Mi Hazánkra számíthatnak abban a kérdésben, hogy mi folyamatosan napirenden tartjuk a témát, és dolgozunk azért, hogy ez változzon és javuljon Miskolcon.